Lovakat hogy hívják? Egyik bátor, másik szelíd. Azt hittem, a másik szelíd. Nem, ők testvérek. Itteni ménesből vannak? Igen. Itteni lovak? Szép lovak egyébként. Ezek bírják a hegyeket, amelyek vannak, azok a nagyobb lovak, azok nem bírják a hegyeket. Ja, azokkal nem lehet fát húzni? Hát nem igazából, ezek bírják. Ezek mindenre való. Úgyhogy minden gazdaságot elvégeznek. Én látom, itt sokan szekereznek még a faluban, meg itt egész Hargit, amiben már nem olyan sokan. Szekereznek, de egyre kevesebb itt is. A mai fiataloknak nem kell állnod, csak autó, autó. Propaganda mostani sorozata Erdélyben játszódik. Csak és kizárólag olyan érdekes embereket fogunk bemutatni önöknek, akik vagy itt élnek, vagy pedig az életük elválaszthatatlan ettől a kultúrától. Minden harmadik magyar embernek van valami erős személyes élménye Erdéllyel kapcsolatban, meg hát vannak a híres sztereotípiák is, miszerint például, hogy a székely ember úgy tartja, az asszony nem ember, a sör nem ital, a medve viszont nem játék. Szóval felmerül a kérdés, hogy ennyi tudás között akkor mi újat tudunk nyújtani önöknek. Hát például azt, hogy csak és kizárólag olyan tehetséges emberekkel fogunk beszélgetni, akik számára Erdély nem a múlt, hanem a jövő. Hargitán vagyunk, Székelyföld közepén, Ivóban. Ivó igazi székely falu, ahol a paraszti kultúra ősi hagyományai még épp fellelhetők, de már erősen jelen van a modern világ is. A fával dolgozó helyi emberek mellett turistákkal és motoros fiatalokkal van tele az erdő, a legnagyobb házakat pedig olyan betelepülő nyaraló vendégek építik, akik egész Románia és Magyarország területéről érkeznek, hogy új otthonuknak válasszák a festői szépségű tájat. Most a propagandában ivói székelyekkel fogunk beszélgetni, a kocsissal, a böllérrel, a vadőrrel, tehát helyi lakosokkal, és a nagy helyismerettel rendelkező házigazdánkkal, Papp Péterrel, aki budapesti lakosként van jelen a falu életében. Papp Péter az elmúlt 10 évben programozó matematikusként nagy karriert futott be Magyarországon, a legnagyobb cégek informatikai rendszereinek biztonságát fejleszti. Néhány éve pedig visszajár Erdélybe, szülőföldjére, mert a nagyvárosi lét mellett itt találta meg a nyugalmát és a boldogságát. Itt ki vagy? Ha lemész a faluba, például hogy hívnak téged? Azért itt te budapesti vagy, nem? Igen, én itt tápos vagyok, ahogy a helyiek mondják. A tápos az a magyar? Magyar, a mostani magyar határokon belül élő ember? Igen, most ugye ez a tápos csirkéből jön. Az a csirke, aki nem evett soha rendes kaját, hanem akit etettek egész életébe és felneveltek. Innen jön a tápos kifejezés, és ezt azokra mondják, leginkább ugye a városiakra, meg leginkább a magyarországiakra, akik az ő szemszögükből egy inkubátorban öttek fel. Eszembe jutott, hogy most a New Yorkiakra akkor mit mondanának? Az nincs is. Mint ahogy meséltem, hogy még vegetáriánust hallottak, de a vegán az szerintük már nem létezik. Aki nem eszi meg a húst, az nem létezik. Az nem létez, nincs. Itt, ami mozog, azt megfogják és megeszik. De akkor te tápos vagy? Te itt egy tápos vagy? Igen, de előre szoktam azért tisztázni velük, hogy én itt születtem a környéken, elmondom. Attól nem. Várjál, erre mit mondanak? Ha azt mondja, idejön egy magyar ember, azt mondja, hogy én is erdélyi vagyok, de látják rajtad, hogy nem, akkor mit mondanak? Mondok románul egy káromkodást, és akkor elhiszik, hogy nem vagyok tápos. Mert azért téged tulajdonképpen szeretnek, nem? Te hány éve jársz ide? Szeretnek, én most már 8 éve járok ide, és én csináltattam meg a faluba a kukákat. Nem voltak kukák, nagyon sok
Ugye ez egy 400 fős falu, nagyon sok turista jött ide, és amikor sok turista van, akkor a kukák mellé ledobálják a szemetet, és a vadállatok széthordják. Ezért muszáj volt csinálni zárható kukákat, ami le van azért betonozva, és ezt megcsináltam, úgyhogy a kocsmába rám ragadt a Kukás Peti név. De ismerkedjünk tovább az ivóiakkal. Lukács Csaba Böllér, aki nélkül nincs disznóvágás a faluban, és öccse Endre, aki a magyar történelmet, ha kellett, titokban is megtanította a gyerekeknek, a Hargitán nőttek fel. Gyerekkorukban, a 70-es évek elején, amikor még villany sem volt a faluban, a méteres hóban gyalog jártak az iskolába. Akkor még olyan tiszta volt a patak vize, hogy nem csak fürödtek, hanem ittak is belőle. A Lukács testvérek ivóról mindent tudnak. Ezek a régi kerítések, mindig ami fából van, amikor teljesen fából van a kerítés, nem? Ez? Igen. Ez a régebbi. Most is úgy csinálják. Most is úgy csinálják? Csak annyi, hogy a helyben nerekedt azokat a főfogatók, ott vasból. Ez volt meg, ez a ház itt amit nem van a Gyurka bácsiék, tehát itt a központban ez az egy ház volt, utána meg ez a másik készült a Gyurka bácsiéké. Tulajdonképpen tanyák voltak? Tanyák. Tehát mi, ilyen, olyan falu volt, ami tanyákból állt össze? Tulajdonképpen zetelakáról feljöttek a... Dolgozni, szénát csinálni. Szénát. Tehát az állatoknak itt voltak a telkeik fent, itt megcsinálták a szénát, összegyűjtötték ezekbe a listálókba, amik itt voltak, és akkor azt a télen lassan hazahordták zetelakára. Mindjárt fennem mutatunk egyet, amiben mi laktunk különben, az volt egy tanyaház. Itt máshol, itt felpegy, nem volt abszolút épület. Az iskola volt itt mindjárt itt, ahol... Van ez a úszómedence is van most már. Ott az iskola. Ez lesz az iskola, aztán. Ebben jártam első osztálytól 7-ig. Itt tépték meg a fülemet, itt tanítottak meg szorzótámlára. Itt jártam olyanokkal, hogy akik háromszor visszabuktak. Milyenek az itteni emberek? Ugye a székely ember az katonember. Ami azt jelenti, hogy ők nem hajolnak meg, de ha megfelelő alázattal állsz hozzájuk, akkor a szívüket kiteszik, akkor bármit megcsinálnak. Bármit kérhetsz akkor tőlük. De ha már bemész egy étterembe, nem jók a székelyföldi éttermek. Mert nem tudják azt megcsinálni, hogy ők pincéreskedjenek, és ezt az egészet official csinálják, hogy ők kiszolgálnak valakit. Ők kiszolgálnak téged, ha ők a szívükből úgy érzik. De ha ezt pénzért kell megtenni, azt nem csinálják. És turistákat hogy szoktam vinni? Így? Vagy nem szokott beöltözni, nem kérnek? Ne, székely ruhába vittük most a németeket. Ja, melyik a régi székely ruha? Ez a világos, posztó nadrág? Igen, vitézkötéses. És miben? Ingbe, meg ködbe? Ing, székely, lajbi. Az a szép. Csak az most elmondjam őszintén, ilyen nyárban, nagyon meleg, hát ott elviselhetetlen, mikor az ember jár a pólóba, azt a harisnyát, ezelőtt a régi őseink abba kaszáltak. De azok hogy bírták? Hát én is ezt teszem fél sokszé magamnak, hogy pihenek, és mégis, el vagyok csüggedve, ha főkémeny, így lovas kocsival szekerezzünk, és hát aki kaszart, úgyis el kellett viselje. Hát persze. Igen. Hát de lehet, hogy nekivetkőztek, nem azzal, hogy akkor levetkőztek, föltörtékezik? Nem tudtak levetkezni, mert az a székely harisnya olyan dolog, hogy azt, ha fővette a harisnyát, az nincs, hogy főtűröm, csak a csizmó, az nincs, hogy levetkezni. Nem lehet, hogy levettek. Még más helyeken is volt, hogy mezitláb dolgoztak az emberek, nem lehet? Volt munkanadrág? Hát mezitláb lehet, most is lehet mezitláb, de akkoriában ilyen bakancsok, ezek a meleg cuccokok. De mi neked Erdély? Meg tudod fogalmazni? Mi ez az egész, ami miatt ide jössz? Hát ez a vér. A vér ide köt. Mi ezt sokkal komolyan veszük, ezt az egy vérből valók vagyunk dolgot. Ha egyszer itt születtél, akkor ide tartozol. De az, hogy mi, azt mondod, hogy mi az az erdélyek, és vannak külön a magyarok? Tehát a Magyarországon a mostani határokon belül élő emberek, azt te külön veszed? Igen, ugye mindig elhangzik Budapesten, hogy a
határon túli magyarok. Erre én mindig azt szoktam mondani, nekem minden budapesti határon túli magyar, mert én itt születtem. Mi ennek az értelme? Ez csak ilyen szócsata, nem? Tehát, hogy valahol mindenki a szíve mélyén tudja, hogy aki ugyanazt a nyelvet beszéli, az ugyanaz. Igen, de ahogy Tamási mondta, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Ez nekünk olyan erős gyökeret adott, egyébként kisebbségbe felnőni, annak rengeteg előnye van. Mi itt kisebbségbe nőttünk fel, ezért azt gondolom, hogy fokkal komolyabban veszük a magyarságunkat, az egész életünket. És amikor idejövök, ez mindig erre emlékeztet. Valamit én itt hagytam magamból, amikor innen elköltöztem, de ahányszor visszajövök, ezt visszakapom. Érzem, hogy otthon vagyok a világban. És sokkal erősebb tudok lenni Budapesten, hogyha eljövök ide egy hétre feltöltődni. Hát ez nem kicsi iskola. Hát kicsi, mert kevés a... Kevés a gyerek. Itt még megvan a kályha, télire, ugye? Kályhában a fűtés, látom, az a fásláda? Fásláda, igen. Tehát azt a gyerekek mindig reggel telikén hordják. A szünetben ez az ők munkájuk. Igen, a szünetben itt nem lehet szaladgálni? Hát szaladgálnak kint az udvaron, de megvan a feladat, hogy ki melyiket, mit kell csinálni. Van, aki a táblát kell letörülje, a másik pedig fát hord be. Ez komoly, ekkora szivacsat még nem is láttam, nem viccelek. Hát ez olyan, mint egy nagy tégla, mint egy kő, ne? Ekkora szivacsat. Hát vagy a tábla is, amennyit tudunk, nem? El kell menni egy kocsmai verekedésbe, meg kell nézni egy kocsmai verekedést. A vérükben van. A vérükben van. Ők nem gondolkoznak abba, hogy verekedjenek vagy nem, hanem elkezdik és szúrnak. Aztán lesz, ami lesz. Te láttál ilyet? Láttam. Ez sokszor van? Itt a persze. Tehát itt a kocsmai verekedés azzal kezdődik, hogy először is azt mondják, ha eldöntötted fejbe, hogy verekedés lesz, akkor te üssél elsőnek. Akkor te fogsz ütni elsőnek, mert te vagy a nyerő. Másik, hogy valami legyen a kezedbe, és azzal üssél. Vegyél fel egy mobiltelefont, egy hamutartót, mert azzal sokkal nagyobbat tudsz ütni, mint hogyha csak kézzel ütnél. És nem mérlegelik azt, hogy esetleg a másikat leszúrják, vagy utána téged börtönbe csuknak, ő üt. Hát nekem ellene nyíz. Nem, ők nem gondolkoznak ebbe. Ezért ide, ezt nem lehetett elrománosítani, ezt a környéket. De nem a Parciumot el lehetett románosítani, itt ezt nem. Mert ide bejöttek, és ők ugye azt mondják, hogy székelyek vagyunk, hadd folyjon a vér. Hogy te tanár is voltál, Endre? Hát az egy olyan, hogy ugye a szüleim is tanárok voltak. Nagyon sokat tanultam tőlük. Mivel nagyon szigorúak voltak, nem akartam. De egy bizonyos időben jött, hogy azért csak kell nevelni a gyerekeket. Egyébként te rossz gyerek voltál? Nagyon. Komolyan? Igen. Miből állt a rosszaság? Hát a rosszaság abból állt, hogy a más gyerekeknek szabadott menni ide-oda, szabadott menni, nem szabadott, vagy nem volt muszáj házi feladat megcsinálni, de mert ők kellett dolgozzanak otthon, nekem pedig egy munkám nem volt, csak a házi feladat kellett megcsinálni. Ja, és ha véletlenül kicsit kihagytam, akkor... Tehát az volt, hogy verekedtünk jó nagyokat itt hátul az udvaron. Akkor itt ezen a folyóson le kellett térdepelni, és akkor kellett mondani a verset. Ha véletlenül nem álltál meg egy... Tudod, mi az a vesző, ugye? A persze. Szövegbe. Te biztos, hogy tudod? Remélem. Amikor meg kell pihenni. Az nem a pont. Igen, amikor meg kell pihenni. Még arra sem volt idő. És akkor szigorúak voltunk, de tanultunk tőlük valamit. A Székely legendárium fontos része az ember és a medve viszonya. Ezen a vidéken mindenkinek van valami személyes története a medvékkel. Most egy olyan emberrel találkozunk az ivói erdőben, aki egész életét ezeknek a kedves, de nagyon veszélyes ragadozóknak szentelte. Marosi Sándor vadőr gyerekkora óta tanulmányozza és segíti a medvék életét. Nyújjon arról, vagy valamit, hogy érezzük, hogy ez az. Itt járt az éjszaka. Készülődnek, ébredeznek, úgyhogy nem sokára reméljük, hogy találkozunk, érkeznek a vacsorához. Akkor menjünk fel, és akkor elbújjunk, és akkor feljön. Igen. És rendben leszünk. Ez nagyon fontos.
medve jár ide? Hát ide erre lesre egy 5-6 medve jár. Tavasszal nagyobb a mozgás, ősszel is, késő ősszel, vagy október-november, akkor igyekeznek, hogy terelésre felhízzanak. Tavasszal pedig, mikor előjönnek, nincs mit egyenek, akkor inkább reje vannak utalva. Most van okat, amit enni, úgyhogy meg vannak szólódva. És akkor normálisan most mennyi esélyünk van, hogy látunk medvét? Elvileg sok, tehát hogy minden nap jönnek? Minden nap jönnek, csak az van, hogy időtől is függ, boros időben, esős időben hamarabb ébrednek. Mert ugye neki vastagabb a rövid ujjú trikója, mint nekünk, melege van. Melegbe későbben, amikor kezd hűvös lenni, hogy este felé akkor mozdulnak. És akkor mit jelent, hogy te is székely, hogy most ezzel a dákóval fejbe vágnálak, megölnél? Hát én nem vagyok székely, én Parciumi vagyok, nem tudom, én azért vendég vagyok itt. Ez a befogadott latin ember? Tehát kicsit te latin vagy? Ez a ókori értelemben ilyen hozzájuk képest világlátott? Vagy hogy kell ezt mondani? Egyébként igen. Most indult be egyébként egy generáció itt, a mostani 20 évesek, akik most már itt a nagy Európai Unióba el tudnak indulni, és világlátottak lesznek. A mi generációnk, a 40-50-esek, ők maximum Magyarországon voltak kint, és ott dolgoztak. Bocsánat, aki senki el. Nincs, ne arra, hogy megszakítod, jön egy autó, az kicsoda? Nézd meg! Ó, jön a Zalán begyújtani a Dézsánkat estére. Igen? Ja, azt hiszem, az Illus jön, mert mondtad, hogy van itt, van itt a faluból egy asszony, aki segít neked, hogy egyáltalán legyen élet, mert azért lássuk be, azért mi ketten mit csinálnánk az erdő közepén. Igen, azért nem mi vágjuk fel a fát. Nagy vagány vagy, de azért medvék között meghalnál, nem? Őszintén, nem? Tudod, mikor a cigány primás nézi Yehudi Menuhint, aki játszik, és így szívja a csiket, és azt mondja, ügyes a fiú, de asztalnál meghalna. És ez vagy te? Hát körülbelül igen. Kedves Lukács testvérek, akkor milyen munkamegosztás? Segédmunkás vagyok. Segédmunka? Endre segédmunkás? Segítünk mindenki egymásnak. Mindenkinek segíteni kell ahhoz, hogy jó legyen. De azt például tegnap készítettem, tegnap előtt vágtam a juhokat, és a tegnap készítettem még az este volt, ezt megcsinálva megkészítettem, tehát így kiszaggottam ilyen ötjévjárban. De ez eredetileg román étel? Román étel, igen. Ugye, tehát ez nem egy régi nem, magyar étel, nem, ezt átvettük. Nem. Ez át van véve, tehát ez nem, ez egy eredeti román étel. Ők akkor tiszta juhból csinálták, tehát rengeteg juhok volt ugye a románoknak, és ők ezt tiszta juhból csinálták. Értem, és miért, ez érdekes, hogy miért vettük át vajon? Mert egyszer finom, jó. Azért vesszük át, mert ami jó, azt átvesszük. Ami nem jó, azt hagyjuk, hogy egyék meg ők. Pozitívak az emberek, nem siránkoznak egymásnak az emberek. Tényleg furcsán, hogy egymásnak adunk energiát. Várjál, Magyarországon, a mostani határokon belül, ha elmész vidékre, nem ugyanez van? Keveset járott vidékre, azt nem tudom, de én a harmadik kerületben lakok, a váruházba bemegyek fizetni. Amíg fizetek, a pénztáros nénitől felvágom az ereimet. Itt bemegyek fizetni a helyi boltba, fizetek, és megkérdezze néni, hogy és minden rendben volt. És ettől, mikor egy nap 15-20 ilyen dologért, itt segíteni akarnak egymáson az emberek, mert rá voltak utalva a múltban, ma már nincsenek annyira ráutalva, de a kisebbségben egyébként ez a jó, a kisebbségben felnőni, sokkal jobban megtanulod azt, hogy muszáj gazdasági szimbiózisba élni. És segíteni akarnak, és egy nap kapsz 10 pozitív visszajelzést, ha valamit megkérsz, rögtön csinálják, ha látják, hogy te ma még nem ettél, akkor megmondják, hogy nem akarsz velünk ebédelni. Itt nagyjából az van, hogy itt még mindenki tartja az állatot. A legnagyobb gond azzal van, hogy nem tudja értékesíteni. Most úgy vannak az emberek, hogy egyszerre annyit nem tud megenni, amennyit neki levágnak például. És akkor megegyeznek barátokkal, hogy
adok neked 5 kilót, neked 5 kilót, másiknak 5 kilót, és amikor te készíted, akkor visszaadod majd frissen. Hát egymáson segítnek az emberek ezzel. Milyen ördögvilággal. Ez a TV, nem az én. Az hagyjad most egy kicsit egyszer kapjadni. Ne nyomj hozzá, most egy kicsit hagyjad. Hát ezt a mitját úgy kell elképzelni, hogy ez húz egy, amikor kezdesz sütni, egy ilyen réteg, egy gőzréteget magára. És nem szabad megszúrni. Tehát ez a pláne benne, hogy nem szabad megszúrni, mert abban a pillanatban a gőz kijön belőle, és akkor mindig sűröd. Tehát mindig csak egy lapáttal forgatni kell. Te miért értesz ehhez ilyen jól? Tehát, hogy érdekelt, vagy egyszerűen böllérként mindig minden vágásnál sütőtetek, hát, és ez rád ragadt a tudás? Elég sok versenyre jártunk, meg mindenféle, és akkor olyan helyen dolgoztam, mert egy vendéglőnél dolgoztam, hogy rengeteget jártunk ilyen rendezvényekre, és akkor így beletanultam. Milyen versenyeken vettél részt? Hát voltunk már nemzetközi disznóvágó versenyen Magyarországon. Ötször. Azt hiszem ötször volt. Gabát Szalukon. Volt a böllér verseny? Azt írtam, böllér verseny. Igen, böllér verseny. Meg is nyertétek? Hát egy évben megnyertük, mi nyertük meg az aranybárdot, mi hoztuk el, úgyhogy. Aranybárd? Igen. Van egy aranybárd? Hát az a neve, hogy aranybárd. Aranybárd díj? Igen. És beadtak is egy bárdot, ami igen, szín arany? Igen. Nem. Hát be volt futtatva? Igen. Akkor ott úgy van, hogy kapsz egy disznót reggel, és az elvéreztetéstől a feldolgozásig. Mindenki, ez egy ilyen hagyományőrző verseny, mindenki a hagyománya szerint dolgozza fel. Tehát voltak ott svájciak, voltak ott felvidékről. Tehát rengeteg... másképp vágnak? Mindenki, tehát másképp, tehát mindenki az ő hagyománya szerint dolgozza fel az állatokat. És ezért, te milyen hagyomány szerint dolgoztál? Mi az itt? Székely, igen. Van ilyen, hogy székely, hagyományos székelyvágás? Székelyvágás, igen. Itt például nálunk, amit nem csinálnak sehol, koppasztjuk a disznót. Tehát ilyen teknő van, forró vízzel leöntjük és szőrtelenítjük az állatot. Tehát nem leégetitek a szőrt? Nem leégetjük, hanem szőrtelenítjük. Tehát ha megfosztanád a tollától a... Igen, pontosan. Tehát mikor legelőször elmentünk a versenyre, akkor azt mondták, hogy a székely, valaki dolgozzon is, mert... a székely fiúk koporsóba teszik a disznót. De ugye úgy néz ki, mint egy koporsó tulajdonképpen. És akkor azt lánttal forgatod, és azt kiszedi az egész szőrt belőle. Ez attól lesz jó, hogy a bőrbe a tűzők nem maradnak benne. Tehát hogyha égeted, akkor a tűzők benne szépen lejön, tehát szép lesz a hatyvják, de nem jön ki a hagymája tulajdonképpen. És ez meg rossz ízű, vagy ez nem? Nem, hogy rossz ízű, hanem a szalonnában más. Tehát itt ugye a bőrt, amit levesznek, abból itt kocsonyát készítenek. Aha. És akkor ennek egész más az íze. És szalmával pergelünk. Tehát nem gázzal, nem fával, hanem szalmával pergelünk. És a szalmának is. A szalmának, mai napig, vagy csak versenyen? Mai napig. Aha. Tehát nagyon sok helyen ugyanúgy, most is úgy dolgozzuk fel. Úgy dolgozzuk fel. Mit gondol ezekről a székely, mint van, aki fél a medvétől, van, aki azt mondja, hogy a székely ember az kergeti a medvét, neki hát, játszótársa a medve, van, aki... Valami, sok minden van. Hát tanácsos félni tőle, vagyis felmérni, hogy kivel van dolgunk. Nem akárkivel van dolgunk, a rosszat akarna tenni. Ha meg tudna történni, de szerencsére nem bántanak. Nagyon kivételes esetekben, de azt is általában az ember provokálja ki magának. Én nem azt mondom, hogy kell félni, vagy nem kell félni, mindenki döntse el. Illik tartani tőle, mert mama tud baj történni, hogyha test közelbe kerülünk, mi jövünk ki rosszabbul. Na, hát akkor úgy szoktuk meg a legrövidebb székely köszöntő? Nem tudom. Na. Most mi van a medvehússal? Mert azt mondják, van olyan is, létezik elvileg, hogy medve szalámi, ez igaz? Igen. De komolyan? A medve... Te is készítesz? Én is készítettem. Amikor kicsontozod és összekészíted, ugye, hogy megfűszerezzük, meg szoktuk kóstolni, hogy na, elég sós vagy, elég... De jó a fűszerezése. Legelőször egy olyan visszataszító ízt éreztem. Mondtam, én ezt többet nem kóstolom meg. Viszont a szalámi, miután kiszáradt, a világ legfinomabb szalámia. De a medve szalámi, az hogy kész? Ezt hogy kell között? Ez hogy kerül a medve hozzád? Hát úgy, hogy ilyen vadásztársulatok, tehát mondtam már, ilyen társulatok vannak, akkor megvásárolnak egy medvét, kilövik ők, akkor leszedik a bőrit, és akkor úgy
úgy hozzák hozzá. Megnyúzzák, elviszi a troféját, a bőrt, és a hús az marad. Ott van előtted mondjuk egy medvének a keze, lába, mint a mancsa. Mancsa, minden. Minden. De tehát az furcsa azért ahhoz ki, az... Tehát a bőr leszedve róla, ja, az már pont olyan, mint egy ember különben. Lefektet, ha még rosszabb, most mondod, nem furcsa érzés? Nem furcsa érzés, pont hogy felszeletelni egy embert? Csak annyi, hogy 400 kilósz például. És meg nincs olyan sok medve, nem? Ez ilyen különleges. Hát itt elég sok medve van most. Igen, mert nem találkoztál vele. Ti már találkoztatok medvével? Hát igen, elég sokszor. Igen, ez nem veszélyes? Veszélyes. Abban az esetben veszélyes, hogyha bocsokkal van. Ő menekül különben, hogyha egy mód van rá, ha messzről, akkor... ha beszélgetsz, vagy mész az erdőben, nem is látsz semmit. Minden állat elmenekül. De ha egyedül mész, csendben vagy, és véletlenül oda vagy akarsz, elalszik, akkor... vagy valami, hogy rátoppansz, véletlenül rámész, mert én például úgy jártam, hogy rámentem. Kirándultál az erdőben, és ráléptél egy medvére? Hát úgy, hogy pontosan elejébe léptem. És fölébredt? Fölébredt, csak akkor fölállt, előttem két lábra. Mekkora volt? Hát tőlem jó van most. Ne tudd meg, akkor átlátsz, hogy... És akkor mit csináltál? Ott egy nagy kés a kezemben, amivel vágtam az áfonya leveleket. Öcsémmel voltunk, másik öcsémmel van még egy testvérünk. Vele voltunk, és fölállt két lábra, és a fejét úgy, hogy rázta, a mancsaival így hadonászott, de a leheletit éreztem, tehát úgy, mint te, ilyen közel vagy, így álltam vele szemben. És hogy mészáros vagyok, nem tudom a jelenlét miatt. Így néztem, hogy ha dől rám, akkor a hónya alá főszúrok a nagy kisre. Egyebet nincs, mit tegyek. Ordítottam, ő is ordított. És mindegy rossz gyerek, úgy egyszerűen úgy eldobta magát másik irányba, és elszaladt. Az autón körülbelül egy 15 méterre volt megállva bent az úton. És amikor beértem az autóhoz, a két lábam kezdett remegni, és az autó mellett összehagytam. Három napig az ágyból nem tudtam fölkelni. Komolyan. Tehát ott akkor annyira jelen pillanatban... Annyira sokkot kaptál, akkor megijed. Igen, ott jelen pillanatban nem volt, tehát menekülés nem volt sem erre. Nincs is nem idő. Tehát idő sincs. A mekkora nagy, annyira gyors, hogy fantasztikus. Volt már itt ilyen baleset? Volt a faluban, hogy valakit megtámadta a medve? Igen, régta volt, tavaly előtt. És annak mi lett a kimenetele? Hát a kórházban volt két hetet. Nem a medve. Nem a medve volt a kórházban, hanem a szakot. Thank you.
Azt mondják, hogy túlzottan elszaporodtak a medvék. Túl sok a medve van. Igen. Vajon a medvét kérdeznék, mit mondana az emberekről? Ennek az állománynak volt duplája is a 80-as években, és jól elfértek. Volt, amit enni jobb volt az eltartó képessége a területnek. Nem volt ennyi zavarás, elfértek a hegybe. De most fent tele van emberre, gombáznak, áfonyáznak, málnáznak, zedreznek, mindent letakarítnak. És tajongnak, persze, mert félnek a medvétől. Jó, hangos lett a hargita. És medve nem kedveli, nem szereti. Menekül, amerre tud. Aztán ezért jelenkezik lefele is, ahol nem kellene legyen. De a medve az bemer menni a lakott területre, meg lehet látni néha, hogy a nyomát. Ha 3 napig nem menne valaki, 4. nap a üzletnek az ablakát bemernie törni, inkább, mint hogy értlen hajon. Ő se jó szántából megy oda, a nyomra hajtsa. Jó napot kívánok! Jó napot! Na, itt vannak a vadhúsok. Jó napot kívánok. Lehet, mert Csaba mondta, hogy itt van választék, hogy a faluba itt készülnek a vadhúsok. És akkor melyik a medve? Meg lehet nézni? Tényleg van ilyen medve? És ott a medve, tényleg. És ott van a medve rajta. Igen. És mi van még itt? Ez látom, ez a szarvas, ugye? És ez meg, ez is valami medve? Medve? Medve pástétom? Pástétom, igen. Meg ott olyan tarja van, hogy hívják, hogy vaddisznó. Ezen? Igen, ez így be van pálcolva, és akkor ilyen vékony szeletnek ő van szeletében. Hát ez chips majdnem, olyan, amit lehetne enni, nem? Igen. Hát de tudod, milyen finom ez, hogy hívják? Ez tulajdonképpen a hosszú húsa a disznónak. Vaddisznónak ugye a hosszú húsa. Nagyon jó néz ki, viszek szuvenírbe. Lehet kártyával fizetni, jaj, de jó. Mindent köszönök! Nagyon jó volt! Ez mi ez a póló, ami rajtad van? Angolul van ilyen kifejezés a Székelyföldre, hogy Székelyföld, vagy ez hogy kell kiejteni? Igen, Székelyföld angolul. A székely autonómia az idő kérdése. Ők ugye szépen kivárják azt, hogy mikor fognak a skótok kiválni, a baszkok kiválni, és a következők lesznek. Te azt mondod, hogy az Európai Unión belül, mivel Románia is ugye az Európai Unió része, szerinted ez meg fog valósulni, lesz ilyen, hogy székely autonómia? Ez csak időkérdése. Biztos, hogy lesz. Székelyföldön a GDP, az egyfőre jutó, az 2-szer akkora, mint a román átlag. Itt sokkal erősebb a Románia gazdaság. Az 23 millió fő. 800 ezer ember a székelyek. Sztálin idejében is már volt egyszer autonómia Romániában. A Sztálin erőltette a világháború után, és aztán mivel nem erőltette, Ceausescu megszüntette ezt az egészet. Most is csak időkérdése. Nézd meg, majd amikor Európába be fog indulni ez a tendencia, akkor nem fognak tudni mit mondani erre. Akkor egyszerűen meg fogják csinálni. És már most egy ilyen kulturális autonómia már létrejött, itt saját brendek vannak. Nézzük meg akár a csíki sört, ami betört egy olyan piacra, ami full terített piac volt. Megcsináltak egy saját... Pereskednek is, lássuk be. Pereskednek, azért van itt harc bőven, csak már nem baltával kell harcolni, igen. Meg buzogánnyal, de hanem ők a harchoz hozzá vannak szokva. Ez úgy volna most már jó, hogy Erdély leszakadjon, hogy független legyen. Tehát minden ország meg tudott válni egymástól. Ha most Romániától nem tudunk megválni, akkor... Hát nem? Igen, ez érdekes. Most már nem tudom, hogy mit lehet kitalálni, hogy legyen jó. Meg kéne forduljunk. Jó munkahelye van, most nem érdemes Magyarországon dolgozni, akkor tovább kell menni. Ja, akkor még tovább. Akkor még tovább kell menni. Azért, mert azt a pénzt, itt akinek jó munkahelye van, bejelentett ember, azt a pénzt megkeresi Magyarországon, akkor mi értelme Erdélyt elhagyni? Vissza kell tolni? Igen. Ja, csak így lehet fordulni? Curucatra. Curuc. 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 Curuc a vezényszó a hátra. Curuc. És neked vannak olyan barátaid, akiket már itt ismertél meg Erdélyben? Van. Például a Bánfi Farkas, Báró Bánfi Farkas, aki erdélyi is, meg nem erdélyi is.
Meg báró is, meg nem meg is. Báró is. Báró? Báró. Hát nem tudom, hogy mit jelent a báró manapság? Szerintem manapság már jogilag semmilyen státuszt nem jelent. Ugye azzal foglalkozik, Romániába is beindult az EU nyomására az, hogy vissza kell adni az elkobzott javakat, és a Bánfi család, Bánfi és Ugron család volt itt Erdélyben a világháború előtt a legnagyobb földes ura. Legtöbb földet ők birtokolták. Igen, és ő elkezdte most ezeket visszaigényelni. Ez egy nagyon, ugye Romániának kötelező az EU miatt ezeket visszaadni, de ahol lehet, ott elbonyolítja az egész dolgot. És a Farkas elkezdte ezt 6-7 éve csinálni, hogy a családi földbirtokokat összehívta a nagymamát, megkérdezte a nagymamától, hogy akkor mi, hol volt az ő részük, elment az országos levéltárba Budapesten, kikereste, hogy vajon mi tartozott hozzájuk, és ezeket a földrészeket, kastélyokat, kúriákat elkezdte visszaigényelni az államtól. Te hogy találkoztál vele? Hát egy kocsmába futottunk össze, Tibi kocsmájába. Ivóban, itt a Hargita megyében, Ivóban, lenne a faluban. Találkoztatok? Igen. Itt nagyon sok minden a kocsmába dől el. Ha bármit meg akarsz csinálni, akkor a kocsmába kell lemenni, ugye, ahogy itt a helyiek mondják, hogy kocsma után a család az első. Ott lehet mindent megbeszélni. Ha el akarsz intézni hivatalos ügyeket, papírokat, erdővel kapcsolatos dolgokat, akkor le kell menni a kocsmába.